Sziasztok, Simon Dávid vagyok, az első magyar underground rap zene megfejtő, és nagyon-nagyon régen vártam már erre a pillanatra, beszéljünk egy kicsit az M-Squadról. Aki szereti a magyar rap zenét, az valószínűleg már hallott Rizkéről és Tibáról, aki még nem hallott róluk, az valószínűleg már hallott a Blues Brothersról. Aki még róluk se hallott, annak nagyon gyorsan házi feladatot pótolni kell, és nézen utána ennek a kiadónak, aki 98 óta, már konkrétan 20 éveig ömleszti magából a súlyosabbnál súlyosabb számokat, albumokat, ilyen playlisteket. Ők egy tényleg egy olyan kiadó, aki szinte csak és kizárólag underground zenék és albumok kiadásával foglalkozik. És mivel tudjuk, hogy manapság már a rap is pop, így történetett az meg, hogy egy M-Squad szám is bekerült a YouTube trending feedbe, de sajnos vagy szerencsére nem volt ez mindig így. Nézzük meg, hogy jutottunk el Fettől Curtisig, nézzük meg, ha jutottunk egy kis egyszobás, kis kanapés lakástól egészen a Fekete Mercikig. Most ebben a videóban, nehogy azt higgyetek, hogy Curtisről lesz szó, a legutóbbi évadban volt már róla egy megfejtés, és annak nem lett jó vége, lett is belőle egy elég nagy kalamajka. Az M-Squad-os beatmaking-es videóknak ugyanaz a felépítése, ugyanaz a felállása, tehát a Rizky és Tiba elkezd felépíteni egy beatet, és most ne arra gondoljatok, hogy egy ilyen tipikus mindenhol, minden rádióadásban hallható ilyen kis püntyögős, ilyen semmilyen beateket kezdenek építeni, hanem komolyan mondom, hogy az összes zene egy ilyen igazi hip-hop himnusz, és én garantálom nektek, hogyha most meghallgatjátok mind a 28 számot, amit eddig kiadtak, az egyik beat, az tuti, hogy a valahol kedvenc rap beatetek lesz ever. Mint említettem, 28 videóból áll ez a beatmaking sorozat, és mindegyiket hála az égnek nem csak a YouTube-ra teszik föl szépen playlistekbe, hanem most már Apple Music-on, Spotify-on is elérhetőek, tehát ezeket rongyosan lehet hallgatni. Én egyébként teljesen oda vagyok ezekért a sorozatokért. Én az összes Funkflexes freestyle-t megnéztem, és komolyan mondom, hogy annyira jó, hogy már itthon is megtalálható egy ilyen formátum, ahol igazából a rapperek tényleg meg tudják mutatni azt, hogy ki milyen jó rapper, és így igazából össze tudjuk mérni azt, hogy ki milyen jó adottságokkal rendelkezik, és kinek milyen jók a szövegei. Itt nincs semmiféle csillivilli, itt nincsenek háttértáncosok, és nincsenek nagy kocsik, ha bár most a Curtisnél pont, hogy voltak. Konkrétan itt te vagy, és a beat. Egyébként tudom jól, hogy volt már ilyesfajta, vagy igazából hasonló kezdeményezés a magyar YouTube-on, volt ez a Hot 16 Challenge, azzal nekem az volt a problémám, ha bár ez viszont jó volt, meg nagyon élveztem, és az összeset láttam is, ott az volt a problémám, hogy ott nyilvánvalóan előre meg voltak írva a szövegek, és akkor úgy kerültek ki a netre. És igazából itt az M-Squad-os beatmaking-es videónál is az van, hogy nem az, hogy valaki beül egy szobába és freestyle-ozik, hanem ezeket már előre nyilván megkapják a beatet, és akkor fel lehet rá készülni, és akkor úgy készül a videó. Nekem tényleg az a titkolt vagy nem titkolt vágyam, hogy egyszer, hát ha itthon is lesz egy olyan platform, egy olyan YouTube sorozat, vagy akár tévében egy olyan adás, ahol tényleg ezek a nagy pofájú, nagy mellényű MC-k, akik azt mondják, hogy hát ők a világ legjobbjai, azok bejönnek, és tényleg kapnak egy alapot, és arra freestyle-ozni kell. És igazából jogosan mondhatjátok, mert említettem a Funkflexes meg a Sway-es műsorokat, hogy hát ott sem az összes freestyle, ott is meg vannak írva a dalok, csak mégiscsak olyan, hogyha valahol bemész, és akkor ott, ha bár meg is vagy írva előre a szöveget, mégiscsak úgy kell előadni, hogy ott nem lehet próbálni, hanem ott egyből tényleg mindent ki kell adni magadból. Nagyon sokat, majd lehet, hogy már túl sokat agyaltam azon, hogy ez a 28 videó, ami megjelent a beatmaking szériába, ezek közül milyen sorrendet állítsak föl, és ki tetszett a legjobban, ami egyébként folyamatosan időről időre változik. De ez mindig egy izgalmas téma, hogy kinek kik a kedvencei, kinek melyik előadás, vagy melyik verze tetszett jobban. Biztos vagyok abban, hogy ez mindenkinek másmilyen, és nyugodtan írjátok meg kommentbe, hogy kinek mi az első három, vagy mi az első öt, vitatkozunk egy jót, mert tipikusan ez egy olyan téma, hogy ebben tényleg nincs olyan, hogy kinek van igaza, vagy nincs igaza, viszont ezt jól át lehet beszélni. Úgy néz ki, hogy az első az fix, viszont a második, harmadik, negyedik az igazából mindig a hangulatomtól függően változik, és most az aktuális állást fogom nektek ismertetni. Nálam a negyedik az Sziszka,
a harmadik az Tékid, és a második pedig SM. Igazából úgy néz ki, hogy a Sziszka és az SM az tényleg egy ilyen nagyon-nagyon ütős, baromi jó rímekkel, meg baromi ötletes, jó flókkal megáldott számot tudott létrehozni. Na most a Tékid pedig az elsők között volt, aki ebbe a sorozatba beszállt, és nála azt éreztem, hogy ha bár ott is viszont jók a rímek, az kb. Egy verze, amit eltol, és ott lehetett érezni, hogy akkor még nem volt annyira kiforva ez az egész stílus, tehát ott lehetett érezni, hogy lehet, hogy ez kb. Még freestyle-nak is elment volna, viszont a Sziszkás, meg az SMS track, az pedig tényleg olyan, hogy az konkrétan egy szép, egész refrénnel megállott mű. A Tékid pedig simán elment volna nekem egy ilyen nyers freestyle-nak is. Na most aki az egészben, a nekem a most per pillanat a legkedvencebb, ha bár mondjuk tényleg nagyon csodálkoznék, hogyha lenne egyszer olyan, aki ezt tudná überelni, bár csak lenne, de most nem érzem azt, az pedig nem más, mint a per pillanat kedvenc rapperem, a K13, Django Giano, aki konkrétan tényleg úgy kell elképzelni őt, mint egy ilyen ketrecbe zárt pitbullt, akit nem etettek 3 hete, és akkor így kéreztik végül, és akkor felfal mindent. Tényleg a csávó az olyan, hogy most sose gondoltam, hogy ezt fogom róla mondani, mert tényleg én önmagában ezt az AK-26 formációt, ezt igazából valószínűleg csak Hero miatt én értékeltetlenek tartom, viszont Giano az meg tényleg azt mondom, hogy másfél éve nem hallottam tőle rossz verzét, és tényleg minden olyan szám, amiben vagy featuring-el, vagy csak saját szólószáma, az tényleg az összes szavát így érzem a bőrömön, és minden szava az olyan, hogy pontosan tudom azt, hogy ez az ember ezt átélte, és igenis ezek a szavak, ezek tényleg mögöttes tartalommal bírnak. Nyilván nehéz értékelni úgy az M-Squad-nak a beatmaking-es sessionjeit, mint egy albumot, ezt nem is fogom, inkább úgy nézem, mint egy tényleg egy ilyen playlistet, és hogyha ezt nézzük, akkor simán robban rá gondolkodás nélkül a 10/9. Komolyan mondom, nekem ez a formátum, ez tényleg az ilyen nedves álmaim, ne továbbja, hogy van egy ilyen... Ez sok. Annyira örülök, hogy van egy ilyen kedvezményezés itthon, és igazából ez a cypher-es téma, amit most elkezdtek csinálni, ez is nagyon-nagyon üt, és ez is egy nagyon jó irány, és komolyan mondom, bárcsak egyszer jutnánk oda is, hogy lehetne ezt ugyanúgy tényleg freestyle-ban megcsinálni, mint kint a nagyoknál. Ha lehetne egy ilyen kívánságlistám, hogy kit szeretnék hallani még a beatmaking-es session-ökön, de egyébként valószínűleg ennek olyan nagy realitása nincsen, de azért elmondom, hogy én szeretném a Subbase-t hallani, szeretném Döglét Zolit hallani, szeretném Újon Spét hallani, és hogyha mondjuk újak közül is csak kellene mondanom valakit, akkor jó lenne egy ilyen nagyon-nagyon durván hadarós NB-t is, vagy akár egy ilyen elmebeteg klub is változatot is hallani, de ez csak az én álmom. Én Simon Dávid voltam, M-Squad, Beatmaking 2019, legnagyobb tisztelet a Győri Öregiskolának, és mint mindig, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára, az előző megfejtéseket itt találjátok, és tudjátok, van Instánk, van Facebookunk, és minden adáshoz készül egy Spotify-os playlist, azt is csekkoljátok, jövő héten találkozunk, peace!